Tóth Péter Lórán történelem testnevelés szakos tanár, drámapedagógus, versmondó és versvándor, aki egy évtizede járja Magyarországot és a határokon túli magyar lakta területeket, hogy a legnagyobb magyar költőink verseit tolmácsolja rendhagyó irodalomórák és pódiumestek keretében. Már több alkalommal is megörvendeztette a makóiakat előadásaival. A közelmúltban a József Attila Városi Könyvtárban rendhagyó irodalomóra keretében szavalta el Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikáját a diákoknak. Az írás tudók most Wittmeni és Kassáki Pózról beszélnek majd, és nem lesz igaz. Jó tüdejű, epikus ez a kettő, de mindent ott várja helyén. Én pedig, hogyha éhes vagyok, csillagot vacsorálom, és asszonyom hajára is lehozom, ha kell, hogy szebb legyen tőle. És hogyha fázik, az éggel takarom, s holdat lehellek a szemek fölé. Lélek vagyok, élni szeretnék című előadásának lehettek részesei a fiatalok. Tóth Péter Lórend megosztotta Kőszegi Ábel töredék című munkája, a Borinotesz és a költő más versei alapján elevenedtek meg a modern magyar líra kiemelkedő alakjának emlékei. Az előadó kiemelten ejtett szót az előadásának legfontosabb üzenetéről, amely a béke megőrzése. Ez nem az a béke, amiről ma a tévében annyit beszélnek. Ez egy sokkal korábbi dolog. Az átlag emberek, az egyszerű emberek közötti békének a fontossága, az embernek a saját magával való békéje. Mert azt gondolom, hogy minden innen indul. Az, hogy milyen világot élünk, vagy milyen országot, az minden kicsiből indul ki. Itt ezeknek a gyerekeknek a saját életéből. És azért találom fontosnak ezt az előadást elvinni minél több helyre, mert talán ez rávilágít arra a fajta Radnóti létre vagy életre, amire nekünk itt most ebben az országban nagy szükségünk van. Radnóti csendességére, szerénységére, nem meldöngető hazaszeretetére, a szülőföldbe való és az életbe való kapaszkodásába. A Radnóti díjas versmondó már túl van a 5000 előadáson. Itt számos alkalommal diákok, fiatalok és idősek is részesei voltak ennek a képzeletbeli utazásnak. Így megosztotta tapasztalatait, a visszajelzéseket, amelyek felé érkeztek. Talán mondhatom azt, hogy megérinti őket, a diákokat és a felnőtteket is. Radnóti egy olyan költő, aki és egy olyan életút, amivel könnyebb tudnak azonosulni a diákok, és én azt vettem észre, hogy mindenhol érdeklődéssel és pár perc alatt bevonulnak a történetbe, és együtt utazunk ezen elég göröngyös úton. Az előadás folyamán szó esett a 2019-es úti beszámolóról is. A versvándor végigjárta azt az útvonalat, amelyen utoljára Radnóti Miklós is végigment. Bortól Abdáig. A hosszabb beszámolónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekintetik meg.